Mivel közlekedik Pécsen, mi a véleménye, javaslata, ami segítene csökkenteni a megyeszékhelyen a járművek okozta környezeti terhelést, illetve hogyan lehetne eljutni gyorsabban egyik pontból a másikba, milyen feltételek mellett választaná az autó helyett a közösségi közlekedést? Ezeket kérdezi az önkormányzat a városban élőktől. Azt mondaná, hogy venne egy bérletet, vagy valamilyen olyan közlekedési módot választ, ami nem biztos, hogy csak hogy busz, hanem bármi más, de mondjuk kiszállna az autóból, ami a dugót csökkenteni, meg adott esetben a környezetszennyezés, hogy ez mi lenne, vagy mi érülne fel a buszra, milyen buszszolgáltatást várna el, hogy ezeket megismerjük, mert ezeket ebben a kvázi mi zöld busz programnak hívjuk, hogy ezt a nagy közlekedés fejlesztési programot, de ezeket beépítenénk ebbe, és ezek az uniós projekt részeiként jelennének meg, illetve van, amit ha előre tudunk finanszírozni, akkor a város már előzetesen bevezetne. Ezért indult el ez a közvéleménykutatás, amelynek első eredményeit ősszel összegzik, majd mondta el Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere. Cél egy közlekedési koncepció előkészítése, ami alapján Pécs közlekedése élhetőbbé tehető a következő évtizedekre. Minden nagyváros azzal szembesül, hogy nagyon sok autó van. Ezt szeretnénk valahogy visszahozni, hogy ez ha lecsökken, akkor visszaszállnának el buszra, mennének-e biciklivel, rollerrel, bármi egyéb eszközzel, tudjuk-e ezt úgy kedvezményezni nekik, ezzel ugye a belső forgalom is a városba tudna gyorsulni, a munkába könnyebben, gyorsabban be tudnának érni. És ugye ezek együtt kell, hogy összeálljanak, és ezért ennek az egyik nagy felmérése ez, amikor több ezer pécsit kérdezünk meg a véleményéről, hogy ő miként gondolja ezt, hogy lehet ezt megvalósítani. A Covid miatt sokan ültek át személyautóba, és így használják az utakat. Ezért nőtt meg a gépjármű terhelés Pécsen is. Ezen változtatnának, amihez kikérik a lakosság véleményét kérdező biztosokon keresztül, személyesen, telefonon vagy online ezekben a hetekben.